Ferenc vagy Szofinak hívnak, 11 éves vagyok, a második Rákóczi Ferenc általános iskolába járok, és 5. B-osztályos vagyok. Mondjátok-e, ha estebéd után beszélgetéstek meghitt és vidám? Kedvenc tantárgyom az irodalom, ennek kapcsán szerettek verseket mondani, már óvodás koromban is mondtam verseket. Nekem van egy hobbim, nagyon sokat szoktam tájképeket, illetve embereket rajzolni. Van is egy bábom, amit beszoktam pózokba állítani, és azokat leszoktam rajzolni. A másik hobbim a dzsúdózás, már 6 éve dzsúdózok. A múlt évben is nagyon sok versenyen vettem részt. Országos diákolimpiai bajnok vagyok, és narancssárga színű az övem. Madács Imre, karácsonykor. Zúgva nyargal a szél, hordja a havat. Mindenekre tiszta fénypalástot ad. Egyiránt borít el bércet, völgyeket, tán az egyenlőség tart ma ünnepet. Ünnep van valóban, ím a büszke vár dúsvilágításnak özönében áll. Fényes csarnokáról hangzik a zene, s vad dombérozásnak hangja jön vele. Vár alatt, útfélen ül koldús család. Férj, s nő átkarolva tartja magzatát. Keblök melegével óvják gondosan, s rájuk elterítve egy rossz gúnya van. Így ülnek sokáig, némán, reszketek. Míg a férnek aj kiszólni kezdenek. Már ma van karácsony szentelt ünnepe, a nép megváltója már ma születe. Jó, hogy ez egy emlék megmaradt reánk, mert felettük volna, hogy megváltatánk. Ó, hatalmas Isten, hát miért? Miért ontatál fiaddal értünk drága vért? Hogy dombérozásra több ünnep legyen, s a nép rab maradjon, véges, végtelen. Cél után fáradni, küzdeni dicső. Elfeled minden bajt, aki célhoz jő. Ah, de én miért hordom a szörnyű igát? Csak hogy életemet nyomorogjam át, s melyet kiküzdök. Életem, minek, hogy legyen igámat hordani? Kinek? Rettentő körút ez, melynek vége nincs. Egy kétségbe ejtő örökös bilincs. Vagy nagy ég, meg volnánk váltva általad, és igába tart csak zsarnok akarat? Úgy még jő idő, mely újra törvényt tesz, és a megváltó újra gunyhó sarja lesz. Hát, ha a bíró még gyermekem lesz tán, ó, takard, takarnőm édes gondosan. Jöjj, jöjj közelebb, így hagyd reám fejed, hadd tomboljon a szél, rossz szűrünk felett. Szálljon a hó, itten vaddühe nem ér, s ím leszáll közéjük enyhadó tündér. Édes álomképet sző rájuk keze, s boldogok mindhárman, férj, nő, s gyermeke. S hogy ne verje őket zord valóság fel, lassan eltakarja őket hólepel. A várból öröm száll, zúg a téli szél. A családhelyén csak kis hódombot ér. Jó.
Ez vas, Szofi. Jár a virág neked. Rengeteg rajongó, rengeteg zárkó. Elnézést kérek az előbbi. Megismétlem még egyszer, Özvas Szofi volt itt velünk a színpadon. Én is köszönöm. Nem neked dobták a puszit, ne haragudj, szerintem Szofinak. Elkaptam tőled egy puszit. Halljuk a zsűri értékelését. Nagyon-nagyon-nagyon gratulálok neked. Nekem is 11 éves a kislányom, és pontosan tudom, hogy mit jelent az, hogy valaki 11 éves korában Madács verset mond. És azt ilyen szépen mondja. Fegyelmezetten, tisztán, és az életkorának egyáltalán nem megfelelően, mert ez sokkal érettebb és sokkal komolyabb jelenlét volt, mint ami egy ilyen pici leánykától elvárható. Úgyhogy én meg vagyok rendülve, és nagyon-nagyon gratulálok, és így tovább. Így tovább. Most Turci bácsi szeretne valamit mondani. Köszönöm, kis Józsi bácsi, átadtad a telefon. Csak szépeket szeretnék mondani, nehogy földre vigyen, Szofi. Attól nagyon félnék, de csak szépeket is tudok mondani. Kicsi lány, egyáltalán az a tény, hogy egy ilyen verset választottál, ez már önmagában nagy-nagy bátorság, és gratula, nagyon-nagyon szerettük, és figyeltem az arcokat, mindenki olyan izgalommal hallgatott téged. Egy mondatot azért erről, hogy Madács és a költészet, mert ugye kevesen tudják azt, hogy a 19. századi magyar irodalom olyan óriás a Madács, aki nem lírikusként emelkedett a legnagyobbak közé, noha a költészete se jelentéktelen. Igazából azt mondhatnánk, hogy az asztalfióknak írt Madács, életében ugye 41 évet élt, alig néhány verse jelent meg. Viszont halál előtt ciklusban rendezte a verseit, és ezek között is nagyon komoly szerepe volt ennek a karácsonyi versnek. Az az érdekesség még, hogy az ő verseiben nem a tragédiából megismert komor filozófia sejlik elő, hanem a megkésett romantikus poéta. Ezt az érzékenységet, ezeket az érzelmeket, ezt az archaizáló, népies ízekkel vegyített baladai hangvételt Szofi maximálisan kiaknázta, és átjött. Nekem átjött. Meggyőződésem, hogy 2-3-4 év múlva tartsd meg ezt a verset, és még évekig mond, és ha 18 éves leszel, az egészen szenzációs lesz. Gratulálok! Köszönjük szépen! Ha jól láttam, Zsámbori Somának könyv csillogott a szemében. Szofi, én nem adom még a Somának. Az történt, hogy elfelejtettem írni. Én szoktam magamnak mindig leírni egy pár mondatot, egyrészt, hogy a végső döntésnél tudjam, hogy kinek mi volt az erőssége. És most elfelejtettem írni, ott maradtam, és amikor befejezted a verset, akkor egyetlen egy szót írtam ide, azt, hogy csuda. És én azt gondolom, hogy az, hogy te 11 évesen itt vagy, és elmondasz egy verset, nem is egy akármilyen verset, és az egy csoda. Az egy csoda. Úgyhogy mondj verset, ezt ne hagyd abba, ezt a tehetség az felelősség is, úgyhogy pici vagy, de aki így tud verset mondani, ennek már lehet ilyen komoly mondatokat mondani. Gratulálok, Szofi! Köszönjük szépen! És akkor elérkezett Somához is a mikrofon, a szó. Szofi, nagyon szeretlek. Én szerintem ez 100% volt. És látom, hogy a szurkolóid is állva tartják molinójukat, lengették zászlójukat. De akkor most már halljuk a hangjukat is, ennyi dicséret után. Szofi tapsa! Ez az, hajrá, Szofi! És Özbas Szofi, Hámrika Ágnes, Pipic Adél, Barna Melinda, Sipos Nikolett, Drízajos Károly, Sipos Adrien, gyertek bátran, mi csak soroljuk a neveket, gyertek Soltész bátran. Soltész Daniella, és Danyi Bernadett. Ők tehát a mai nap főszereplői. Nagy örömünkre egy nagyon erős mezőny jött létre itt, és nagyon-nagyon szépen mondott mindenki verset, és tényleg itt az előbb Istvánnak mondtam, hogy zsűritagnak lenni is nagy öröm, mert az ember egyrészt együtt van ennyi nagyszerű emberrel, másrészt ti ennyi nagyszerű verset hoztok, én egyet párat nem ismertem közül, bevallom őszintén, és ennyi nagyon tehetséges és a jövő reménységét jelentő fiatalt látni, igazán nagy öröm.
az ember szívének. Ráadásul tényleg fölkészültek voltatok, ez mindenkire jellemző, és tényleg lenyűgöző az a fegyelem, és tartás, és magatartás, ahogy itt a színpadon ennyi ember előtt megmertetek jelenni, és a szívetekből tudtatok elénk tenni valamit, és meg tudtatok nyílni mi előttünk, és higgyétek el, hogy mi ezt rendkívüli nagy hálával, tapintattal, tisztelettel üdvözöljük, és azt hiszem, hogy megérdemeltek most ebben a pillanatban egy nagyon nagy tapsot. Köszönjük szépen! Halljuk tehát a neveket! Mégis el kell jutnunk ahhoz a pillanathoz, amikor neveket kell mondani, és higgyétek el, még mielőtt ezt a pár nevet kimondanám, hogy a szívünk minden melege azoké is, akik nem fogják hallani a nevüket. Nincs vesztes itt. Nagyon erős volt a mezőny, és ezért itt az alapítókkal, szervezőkkel, igazgatósággal megpróbáltam megbeszélni, hogy nem három, de négy versenyző fog tovább jutni. Opa! Vállalva ennek az összes ódiumát és felelősségét, és nagyon gratulálok még egyszer. Akkor elkezdeném a neveket. Semmilyen sorrendben nem mondom, úgy mondom, ahogy valahogy ide a papírra elém került. Özbas Szofi. Hopp, bravo! Tényleg párad jelölre. Gratulálunk. A következő, ő most nincs itt, Bába Ildikó. Szóljon a taps Ildikónak, gratulálunk most neki. Most nincs itt, de itt lesz a döntőben. A harmadik, Sipos Nikolett. Bravo! És most imádkozzunk. És mivel úgy látható, hogy itt három leányról van szó, ezért a negyedik férfiú lesz, Drisz Lajos Milán. Bravo!